Kevesen gondolnak bele, de tudományos szempontból az öregedés valójában már a fogantatás pillanatában elkezdődik. Megállítani nem lehet ezt a folyamatot, egészséges táplálkozással és a fizikai aktivitás fenntartásával viszont le lehet lassítani testünk öregedését. A magyar nők várható élettartama 79,5 év, a férfiak alig több mint 72 évre számíthatnak, a legtöbb embert azonban élete második felében már betegségek kínozzák. A szakember szerint nem törvényszerű, hogy ez így legyen, ezért fontosak az öregedéssel kapcsolatos kutatások. Lehet alapkutatásokat végezni, ami azt jelenti, hogy tanulmányozzuk, hogy hogyan folyik maga az öregedés folyamat, tehát csak egyszerűen leíró jellegű kutatás, hogy mi történik. Illetve lehet azt is vizsgálni, és ez már inkább egy kicsit ilyen alkalmazott kutatás jellegű, mint amit mi is fogunk folytatni, hogy milyen hatások mit váltanak ki. Például arra gondolok, hogy a táplálkozás, különböző táplálkozási rezsimek, különböző formában, illetve maga a fizikai aktivitás, annak is különböző formái, milyen következményekkel járnak, és az hogyan befolyásolja magát az öregedést. A Debreceni Egyetem egy pályázat keretében 150 millió forintot nyert el a labor kialakítására, valamint a kutatáshoz szükséges műszerek megvásárlására. A berendezéseket például a betegségek diagnosztizálására lehet majd használni, de el tudják majd végezni bizonyos sejtalkotók mennyiségi és minőségi, illetve molekuláris vizsgálatát is. A nagyértékű műszerünk az olyan típusú, amely egyelőre Magyarországon még sehol nem található meg, tehát teljesen unikális, és ezért nem csak mi fogunk rajta kutatni nyilvánvalóan, hanem együttműködésben esetleg az egyetemről más intézetek, illetve Magyarországon belül más egyetemek is használhatják a műszerünket. A berendezések az év második felére, de legkésőbb év végéig megérkeznek a Nyíregyházi Egészségügyi Karra, ezután vehetik birtokba az öregedés folyamatát kutató labort a szakemberek.